Sziasztok, én Rómeó vagyok, és ez itt egy befejezés kritika. Egy korábbi kritikámon már említett, ha idéztem, hogy szerintem így vannak a legrosszabb sorozat befejezések. A harmadik életem értelmei, a második a neved Earl, az első pedig Happy Endings. Úgyhogy nézzük is a világ legrosszabb sorozat befejezését. De mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani, hogy miért fájt ennyire ez a sorozat befejezés. Először is azért, mert én nagyon bírtam ezt a sorozatot. És hogy miért is bírtam annyira ezt a sorozatot? Mert visszahozta nekem azt, amit a jó barátok és a így jártam anyátokkal élménye hozott. Egy csoportot, ami így szinte a barátaimnak gondoltam. Valamint azért is, mert jól bemutatja az a legalapvetőbb amerikai elvet, azt, hogy mi mindenkit elfogadunk. És azért fáj annyira, mert elhiteti velem a sorozat, hogy ez egy nagyon jó sorozat, hogy hú, de jó vége lesz meg minden, és mégsem! Szóval kezdjük is a történettel. A történet szerint Dave és Alex szakítanak, és ezt nem akarják elmondani barátaiknak, csak az esküvő után, ahová meghívást kaptak. Ezt nem sikerül kivitelezni, ugyanis Max elkezd gyanakodni, és pletyákat kezd teljesíteni róluk. Az esküv végén elmondják a barátaiknak, hogy szakítnak, és minden visszatér a régi kerékvágásba. Hogy miért olyan sorozat befejezés? Azért, mert ez a sorozat befejezés sokkal jobb is lehetett volna. Esküszöm, én jobb lezárást írtam volna ennek a sorozatnak, mint aki valójában írta. Nem is értem azt az írót. Kivette fel azt az írót. Egyszerűen minden szereplőt rosszul zártak le, és sokkal jobbat is kitaláltak volna. Először is, Dave és Alex. El nem tudom mondani, hogy mennyire rossz döntés volt szétválasztani őket utolsó részben. Mert hát, gondoljatok benne, házasod, utolsó részben összeházasodok volna, hát az milyen fordulat lett volna. Az első szétjönnek, az utolsóba pedig összeérnek. És mi történt? Szakítottak! Nagyszerű. Másodszor. És én. Szerintem nekik nagyon jó befejezés lett volna az, hogyha például Jane terhes lett volna, vagy legalább lett volna egy gyerekük. De mi történik velük? Hát semmi! Érzem, mint ők kitűrés forever. Penny. Penny volt az a tipikus szinglia csoportban, akinek sosem sikerült megtalálni az igazi felját. Nagyon jó lezárásnak tartottam volna az utolsó részben megtalálja élete felját, vagy éppen már az esküvő vannak az utolsó részben. Ami majdnem sikerült is, mert az évad közepén Pennyt eljátszik, azonban ahogy az évad végéhez közelünk, azt mondja Ethan, nem mehetek hozzá, mert nem szeretem igazán. Kérdem én. Akkor miért akartál hozzá menni? Érzem, hogy egyszer, Max. Max volt az egyetlen, akit én sem tudtam volna lezárni jobban. Összességében ez a szereplő, azt hiszem, a humor faktorját volt benne a sorozatban, és nem tudom, hogy tudták volna jól lezárni. Összességében a Happy Endings egy jó fordulókkal rendelkező sorozat befejezés lehetett volna. De mivel nem ért ezzel a lehetőséggel, így porjúr járt, és számomra belírta a sorozat történetbe mind magát, mind a legrosszabb sorozat befejezés se rendelkező sorozat. Sziasztok, én Rómeó voltam, köszönöm, ha meghallgattatok!